a MovieCast csatornát fogjuk most górcsövünk alá venni, mert hogy egy Star Wars-os videót készítettek, és hát már nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor beszéltünk róla, tudjátok, hogy nekem nagyon nagy kedvencem a Star Wars univerzum, és a videó témája nem más, mint hogy a Star Wars univerzum teljesen máshogy is hatott volna. Gondolom, hogy így George Lucasnak az eredeti terveiről fogunk beszélni, ugye a hatodik rész után rav vonatkozó triológiával kapcsolatban, amihez hát ugye készült három film egyébként, de arról nem, nem annyira beszélek én szívesen, úgy, hogy hallgassuk meg, hogy mi lett e volna e a sugárpallosok világában. Réges régen, talán egy messzi-messzi galaxisban élt egy ambíciózus, fiatal, kreatív és tehetséges George Lucas, aki megálmodta, majd kivitelezte a filmtörténelem egyik legjobb filmtrilógiáját. Aztán jött a pénz. Lökkassz azonban nem állt meg itt. 1983-ban már egy kilenc részes filmsorozaton gondolkodott. Az előzmény eredetileg 50-60 évvel korábban játszódott volna, a folytatás pedig 20 évvel később. Na de, ha. milyen is lett volna. Aztán... Biztos, biztos hallottam már erről én is, meg biztos, hogy én is olvastam erről, de így nincs meg a fejemben, hogy egyébként konkrétumok vannak-e arról, hogy hogy Lucas mit akart, úgyhogy kíváncsi vagyok. Nagyon jó az orgánuma a fiatalembernek. Wars 7., 8., illetve 9. része, ha nem a Disney kezében köt ki, hanem George Lucas gyártja le őket. Most merőben más. Nézzük. Azért azt ne felejtsük el, hogy itt nyilván megy a héterino, de George Lucas azért lemondott a Star Wars folytatásokról, tehát hogy nem véletlenül adta el a dolgot a Disneynek. Hogyha nincs Disney, akkor lehet, hogy úgy, ahogy van, annyiban marad a Star Wars univerzum, ami azért mégsem lett volna jó. Bár persze sokan most már úgy tekintenek rá vissza, hogy persze maradt volna úgy, nem baj az, hogy egy franchise tovább megy és fejlődik. Nyilván lehet kritizálni a, a megjelent média termékeket, de azért, mielőtt itt nagy Hisztibe meg Disney gyűlöletbe köt ki mindenki, azért nagyon-nagyon jó dolgok is születtek a Disney égisze alatt, legalábbis én úgy gondolom, úgyhogy emlékezzünk a szép dolgokra. Nézzük is, milyen lett volna a Star Wars folytatás trilógiája az eredeti tervek szerint. És a vérfrissítés alapvetően jót is tehet egy csomó szempontból, nem minden esetben, szóval mivel Lucas további Vuki és Droids. De most egy mi lett volna, ha videót nézzünk, úgyhogy. Pinofokat szeretett volna gyártani, beleszámolva az előzmény trilógiát, 2012-re datálták a folytatás trilógiát. 1983-ban nyilatkozta ugyanis azt már Kemil, hogy Lucas 2011-ben fogja őt visszahívni a Star Wars 7. részébe, hogy eljátszon egy olyan idős, Gyönyörű ez a kép egyébként, Lukászról ezt meg kell tapsoljam. Ugyanakkor bölcs Jedi mestert, mint aki Obi-Wan Kenobi volt, az egy új remény című fejezetben. Na de kik játszották volna a főszerepet? Kira, aki a leírás alapján egy vagány tini lány és egy szemnevű, hasonlókorú, jóképű haverja lettek volna a főszereplők. Végül Lukász ezen ötletét kukázta a Disney és behozta Ré és Finn párosát. Lukász azonban hiába vetette ezeket papírra, a rendezést Steven Spielberg... Jó, hát nyilván igen, ez egy ilyen nehéz dolog egyébként ezzel kapcsolatban, hogy a Disney megvette a franchise-t, de azért így Lucas így ott volt, hogy hát, de azért megcsinálhatjátok, amit én akartam, hát már nem az enyém, de azért itt van. Nyilván a saját feje után ment a, a Disney. ...barátjára szerette volna bízni, legalábbis addig így volt minden, amíg a Disney át nem vette a gyeplőt. Na de haladjunk tovább, nézzük csak mi várt volna még ránk a Lucas történetben. Például Luke és Leila eredetileg nem testvérek. Bár a Jedi visszatér című epizód nagy csavarja az volt, hogy a korábban csókolózó karakterek testvérek, de Luke... De a kilencedik részben jött volna egy... vagy hanyadik részben? A hetedik részben jött volna egy random DNS teszt, vagy mi? Lucas már akkor tudta, hogy ez nem lesz végleges, amikor a Jedi bosszúja munka címen forgatta a filmet. A Lucas féle Star Wars 7-ben ugyanis bár átadta volna Luke minden tudását Kirának, de az egész Jedi rendet igyekezett volna újjáépíteni. Gary Kurtz az egy új remény és a... Jó, hát most nyilván ez egy logikus tovább lépés. Mi fog történni a Star Wars 7-ben? Luke alapít egy új Jedi rendet, és Jedi mester lesz. Tehát eddig azért úgy nem váltottuk meg a világot ezzel az ötlettel, Georgi. Birodalom Visszavág című filmek producere 1999-ben elspoilerezte, hogy Lucas akar egy folytatás trilógiát. Elárulta, hogy az eredeti tervek szerint a hetedik részben Luke Jediket toboroz és tanít ki, míg az új karaktereket is megismerhetjük. Aztán a nyolcadik részben feltűnt volna Luke igazi ikertestvére, testvére, aki nem Leila Organa volt, majd a kilencedik fejezetben visszatért volna a császár is, mint minden eddigi probléma konst. Tehát ezt foglaljuk össze még egyszer? Tehát az eredeti ötlet az volt, hogy a hetedik részben Luke csinálja a Jedi rendet, és megismerjük az új Jediket. A nyolcadikban kiderül, hogy van egy van egy iker testvére Luka, aki gonosz. és a kilencedikben megint visszatér. A császár. Hát azért annyival nem járunk előrébb. Ha, tehát hát, és vele kellett volna megküzdeni. A hetedik és 8. részben Palpatin utasításait nem más... Kicsit, kicsit, ilyen szapanopera feelingje van így elmondás alapján, de vitte volna végbe, mint Darth Maul, aki egy másik szitnőt tanított volna, és ők álltak volna ketten a birodalom élén. Tudom, mondjuk maul szeretjük, a Darth maul azt szeretjük. Tulajdonképpen ők lettek volna a trilógia főgonoszai. Továbbá olyan izgalmas képsorok is lettek volna a trilógiában, mint hogy Kira megtalálják Vader kastélyát, vagy éppen a hetedik részben végignézhettük volna, ahogyan a víz alá süllyed a császár trónterme. Apróbb érdekesség továbbá, hogy már Gigi Abrams... Jó, hát nyilván ezek így uh, ilyen fan service szinten izgalmas jeleneteknek hangzanak a fejünkben nyilván került a projekt élére, mindenképpen azzal a képsorral akarta indítani az ébredő erőt, hogy lezuhan a nagy csata után a csillagromboló. Nos, mint ismeretes, a fenti víziók nem valósultak meg, mivel 2012-ben Lucas eladta a Disneynek a Star Wars jogokat, ez pedig már az első perctől szúrta a rajongók szemét. Akárhogy is, sajnos soha nem láthatjuk ezt a trilógiát, pedig feletté izgalmas részletek ezek, melyek talán ki tudja, lehet szuperül festettek volna a vásznon. Viszont nem tudom, én nem vagyok. Ez egy nyilvánvalóan egy csalódás volt nekem is az új trilógia, hogyha ez eddig nem lett volna egyértelmű mindenkinek, de azt gondolom, hogy ezen túl vagyunk. De nyilván így utólag mondani, hogy biztos jobb lett volna, hogyha Lukász irányít, azért nem. Nem. Emlékezzünk, hogy annak idején eredetileg, hogy fogadták az emberek a, az előzmény trilógiát is utólag nyilván könnyű okosnak lenni, nyilván a többség nem annyira szerette ezt, a, ezt az újítást. Nem mondom, hogy ezt állította a Hirx, lehet, nyilván feltételes dolgokról beszélgetünk, csak nyilván így utólag úgymond könnyű. Viszont az ébredő erő és az utolsó gyerek után is volt még remény a javulásra, hiszen Colin Trevorov a Jurassic World rendezője írt egy forgatókönyvet a Star Wars 9-nek, ami merőben más lett volna, mint a Skywalker kora. Hozzátesszük, ahogy minden film és Star Wars rajongó, úgy mi is leginkább egy olyan epik lezárást vártunk, mint amilyen a végjáték című bosszú volt a Marvelnek. Ezt a Skywalker hát kora nem tudta nyújtani, viszont a kiszivárgott információk szerint Colin Trevorov sztoria annál inkább ki tudta volna szolgálni ezen reményünket. Igen, arról, én is olvastam valamit, nem tudom, hogy Redditen-, de én is olvastam. Meg szerintem YouTube videó is van róla, hogy a Colin Trevorónak a kilences skriptje az, az mi lett volna. Azért azt beláthatjuk, talán szerintem is abban abban mindannyian egyetértünk, hogy a, a trilógia, ami elkészült, folytatás trilógia, a legnagyobb hibája az az, hogy nem volt három filmre előre megírva a skript. Ez volt az egyetlen. Ez volt a fő probléma, nem az egyetlen, bocsánat ez volt a fő probléma, hogy nem volt előre szépen rendben kitalálva, hogy csinálunk egy trilógiát, és miről fog szólni. Tehát én nem is értem, hogy ez hogy, hogy történhetett meg, hogy csinálunk egy trilógiát, csak nem tudjuk, hogy honnan indulunk, és hova fogunk eljutni. Tehát ez a kettő információ nincsen meg, hogy honnan indulunk, és hova jutunk el. Tehát így nem lehet egy történet feldolgozásának nekiállni, hogy nem tudjuk, mi a történet. Tehát ezt így hogy? Hát ez, ez, ez az, ami számomra annyira érthetetlen, hogy, hogy egy, a világ egyik legnagyobb cége, franchise, hogy gondolta, hogy ez működhet, hogy elmesélünk egy történetet, csak nem tudjuk, mi a történet. Ez nonsens, ez teljességében nonsens. Most lesz 25 éves a baljó sárnyak, és újra vetítik a moziban, közben írta valaki, Jajó, tényleg? <laughs> Lesz újra moziban Jar Jar? Na oda szervezzük a közönség találkozót, és maxi hangosan kell mindenkinek üvöltenie a Jar, Jar sorokat. Nézzük is, milyen lett volna a Star Wars 9, ha nem G.G. Abrams, hanem Colin Trevorov készíti el a Star Wars végjátékát. Az első, de talán egyik legfontosabb dolog a cím. Ugyanis Trevorovék nem a Rise of Skywalker címmel készültek a bemutatóra, hanem a Duel of the Fates címmel. ha aha, aha, aha. Bocsánat. <coughs> De most mindenki a fejében képzelje el a Duel of ne azt hallgassátok, hogy... Ez a cím azért is lehet ismerős, mert ez a baljós Árnyak közkedvel soundtrackje, amit sokan a franchise egyik legjobb zenéjeként tartanak nyilván. A film elején elúszó sárga szöveg is más lett volna, a következőt olvashattuk volna a történet megtekintése előtt. Az első rend vasmarka a galaxis legtávolabbi pontjáig is elért immár. Nem azzal indult volna, hogy Palpatine visszatért? Valahogy. Csupán néhány elszort bolygó maradt szabad. Minden lázadási kísérletet halállal büntetnek, hogy elfolytsa az egyre fokozódó nyugtalanságot, Kylo Ren legfőbb vezér minden kommunikációt elhallgattatott a szomszédos rendszerek között. Leia orgána tábornok vezetésével az ellenállás titkos missziót tervez végzetük elkerülése, valamint szabadságuk megteremtése véget. A film alapfelállása az lett volna, hogy az első rend teljes egészében átveszi az uralmat a galaxis felett, melyel hatal nyomást helyeznek a lázadókra. A mozi filmben Finn és Rose párosa is nagyobb hangsúlyt kaptak volna. Már nem érdekel. Nem tudom, nekem azzal is nagy problémám volt a, az új trilógia kapcsán, hogy valami baromi sok új karaktert hoztak be, baromi sok fontosnak tetsző karaktert, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hoztak be, tehát, hogy már, már 12 nevesített lázadó volt, a Fin Rose mit a Pó már annyi, tehát hogy szerintem tú, túl sok karakter volt, akit le kellett zárni. Tehát, hogy a kilencedik film már ott bukásra volt ítélve, hogy annyi karaktert behoztak, hogy szerintem túl sok volt a main cast. Szerintem. A fő szereplők túl sokan voltak. Sőt, a hideg szerint Colin Trevorov szuperül meg tudta írni Rose karakterét. Mielőtt a páros fogságba esik, Finn nagyban elgondolkozik azon, hogy mennyire lehet helyes az, hogy Tonna számra öli azokat a rohamosztagosokat, akik sors sorstársai és testvérei voltak. Finn és Rose egy csapat felszabaduló rohamosztagos segítségével jutnak ki a cellájukból, hogy aztán a végső ütközetet Finn vezesse. Kylo Ren legfőbb vezér saját küldetésre indul, megkeresi Darth Vader kastélyát, ahol rátalál egy holokrónra, melyet Palpatine hagyott hátra, benne egy olyan üzenettel, hogy Vader keressen fel egy Torvalum nevű szítmestert, aki magát Palpatint is kitanította. Hát azért vannak párhuzamos elemek így is ebben a, az eredeti Trevor sztoriban, tehát hogy itt is holokron, csak most uh, még, egy még régebbi mestert kell megtalálni. Itt azonban nem teljesen világos, hogy mire gondol Patin, hiszen a Szitek Bosszúja című filmben Dart Plegusról hallottunk, akit Hát őról a biztosan nem, de most egy ilyen kiejtés rojába nem menjünk bele. Megölt a kancellár. Egyébként ebben a történetben Pálpatinnak gyakorlatilag ennyi szerepe lett volna, és semmi több. Trevorod nem tette volna meg a 9. rész főgonoszának, hogy a Ré anyja és apja is maradtak volna azok a senkik, akikről Kylo Ren beszélt az utolsó gyedikben, és Pálpatin nem lett volna Ray nagyapja. Annyi plusz információt tud. Az már, hogy Pálpatin Rének a nagyapja volt, az már, az már csak ilyen szög volt a koporsóba. Nem, eleve, nyilván itt főgonosz szinten eleve el lett rontva, szerintem Snoke tök izgalmasan belett lengetve, a hetedik részben szerintem ki lehetett volna hozni őt a főgonosznak, de hát aztán nyilván ott középen jól ö, megdöntöttük az elvárásokat, hogy megosztóak legyünk, tehát hogy... Eh, ez már így csak a kilencedik résszel foglalkozni nehéz. Tudtunk volna meg, hogy részülei. Szerintem a 7. és a 8. után a 9. részt fizikailag lehetetlen lett volna jól megcsinálni, hanem úgy kezdődik, hogy mondjuk a kaszt fele meghal. Kylo ölte meg Snoke parancsára. Kylo Ren felkerekedik, megkeresi ezt a vállummestert, aki ez védert küldte Palpatine, majd meg is találja a 7000 éves lényt. Kylo Ren új maszkot kovácsolt volna magának, nem is akár akármilyen anyagból, a mandalori vasból, vagyis a rendkívül értékes Beskar fémből. Kylo itt megküzdött volna Darth Vader látomásával is, ahogyan azt Luke Skywalker is tette a birodalom visszavágban. Nem vagyok oda ezekért a látomás harcokért, de azért, hogyha az ászokát láttátok, azért nekem ott nedvesek lettek a szerveim. De ez azért van, mert ha átállnék a másik csapatba, Hayden Christensen-t is el tudnám viselni. Ezért csak a rajongásomat próbálom kifejezni. Luke Skywalker erőszelleme nagyobb szerepet kapott volna végül, mint amit a Rise of Skywalker biztosított neki, hiszen ebben folyamatosan Kylo rend követte volna, hogy előhívja Ben szólót és visszatérítse a fiút a Jedi oldalára. Megjegyezzük, így legalább értelmet nyert volna az utolsó Jedi végén elhangzott, még találkozunk kölyök mondat. Ugyanakkor Luke rének is megjelent volna, ahogyan az a végső verzióban is megtörtént, én mentem volna azzal a fanteóriával, hogy legalább azzal megcsavarni az egészet, hogy ré átáll, és Ben meg visszaáll. Az egy tökös lépés lett volna, ott így mindenki beszarhatott volna, hogy arra fut ki az új trilógia, hogy ré hogyan, átáll, hogyan áll át szépen lassan a sötét oldalra, Kylo Ren meg hogyan jön vissza szépen lassan, de hát most nyilván Ilyeneket dobágatni lehet a levegőbe, sok értelme nincs, de az egy meglepő húzás lett volna. Befejezni tanítását. A forgatókönyv végén a Mortis nevű misztikus bolygón kerül sor, Kylo és Rey mindent eldöntő utolsó harcára, mely bolygót a Klónok Háborúja sorozatból ismerhetjük. Ez egy földön túli világ, amely magában az erőben létezik. Végül Luke, Obi-Wan és Jodamester is megjelent volna Kylónak, hogy visszatérítsék a fényhez, de sikertelenül jártak volna. Kylo a sötét oldal fogja maradt így elbukott, a film végén pedig Finn és Rose egy bolygóra verbuválta volna az összes erőérzékeny gyereket, hogy aztán Ray neki is lásson kiképezni őket. Igen, a nyolcadik rész végén látott seprűs fiú is megjelent volna. <Szló> a seprűs fiú. További érdekesség egyébként, hogy Trevorob nem húzta volna annyira közel az eddigi részekhez, bár ami az erőt illeti, inkább nem erőltette, hanem Leia is megjegyezte volna a film egy pontján, hogy Ré és Kylo elég távol állnak a klasszikus Jedi Sith felállástól, és hogy Ré talán több, fel kell fedeznie önmagát. Sajnos ezt a verziót nem láthatjuk a Star Wars 9-ből, ami többokból okból kifolyólag is nagyon fájó, ugyanis még a Skywalker kora igencsak biztonsági játék volt, talán Trevorov sztoria több izgalmat garantált volna, mint a Hát, hogy biztonsági biztonsági játék volt. Egyébként igen, ezzel a kijelentéssel egyet tudok érteni, hogy a kilenc, ami megvalósult, az egy biztonsági játék volt, de hogy nem Én mindig ott vagyok, hogy nem a kilenccel van a baj, a az, hogy össze visszament ment végig a trilógia, és azt már nem lehetett utána összehúzni. Sehonnali Palpatin 5 perces villám szórása. Ha tetszett a videó és szeretnél hasonló tartalmakat látni tőlünk, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra. Reméljük a következő videóban találkozunk még, addig is vigyázz magadra és minden jót, szia! Szia! Hú, de megszólítva éreztem magamat. Köszönjük szépen! Movie Cast. Na, egy újabb filmes csatorna. Nagyon jó volt az orgánum. Nagyon éltem egyébként a fiatal ember előadásmódját. Azért így Star Wars rajongói körbe tartozó nézőknek viszkedhetett egy-két kiejtésnél a zarkója, de mivel én sem tudok normálisan kiejteni még magyar szavakat se, ezért nem fogok itt ezzel kapcsolatban kritikát megfogalmazni. Ö, jól volt egyébként vágva, nem mondom, hogy túlzottan izgalmas volt a vágás, de voltak jelenetek mindenféle játékokból, filmekből, trélerekből, jó volt az aláfestő zene, és egyébként jól meg volt maga, fogalmazva maga a script és tök jó, hogy így videós formátumban is ö, feldolgozták ezt a témát, mert egyébként, hogyha kutattok utána, redditen, különböző fanoldalakon nyilván ö, rengeteg elérhető információ van, vázlatokról, félkész filmskriptekről, milyen irányba is mehetett volna a Star Wars. Nyilván szeretem ezt az egészet, és nyilván megvan a magam véleménye, amit próbáltam is itt átadni arról, hogy a filmek milyen irányba mentek, de nem arra kell koncentráljunk, hogy mi volt eddig, hanem arra, hogy mi jöhet még. Én azt gondolom, hogy tök jó, hogy kapott egy új lendületet a, a Star Wars. Én azt gondolom, hogy nagyon sok dolog született a Star wars kapcsolatban, uh, mióta a Disney átvette, ami nem tetszett nekem, ellenben nagyon sok olyan dolog is született, ami kifejezetten tetszett nekem, úgyhogy mindig próbálom én így a pozitív oldalát nézni a, ezeknek a dolgoknak. Reméljük, hogy uh, a mozivászonra is sikerül újra olyan Star Wars minőséget hozni. Ha nem is olyat, mint amilyen régen volt, mert így a nosztalgiába kapaszkodni nem jó, de de valami újat. Hogy mi tetszett abban, hogy átvette a Disney? Nagyon sok jó dolog van szerintem abban, hogy átvette a, a Disney, a Rogue One, a Mandalori, nagyon-nagyon sok olyan Star Wars dolog született, ami a Disney égisze alatt készült el és minőségi cucc, az Andor, én szerintem rengeteg dolog van ebben. Most nyilván, aki ilyen vendettában van, hogy mindenről a Disney tehet, értem, hiszen ők a tulajdonosok, de egy csomó minden nem történt volna meg. Nyilván, én és abszolút megértem, valaki úgy van vele, és értem, és, és, nem is tudok ezzel vitatkozni, hogy egy csomó ember úgy van vele, hogy úgy volt az jó, ahogy volt, volt hat filmünk, volt egy uh, extended kánon, egy csomó jó könyvvel, amik egyébként zseniálisak, amik már nem kánonok, Abszolút megértem ezt a, ezt a hozzáállást, egyébként nem is akarok és nem is tudok vele e, vitatkozni, de, de remélem, hogy azzal, hogy kapott egy új büdzsét, egy új felhatalmazást a franchise egy nagy cég által, még rengeteg jó dolgot láthatunk, olvashatunk, hallgathatunk majd a, a Star Wars-szal kapcsolatban, és kár megragadni a nosztalgiában. Uh, tudom, hogy ez egy film, meg egy lór esetében nem feltétlenül igaz, uh, mert lehet erre kifogást mondani, de attól nem lett rosszabb a régi Star Wars, hogy létezik az új. Még akkor sem, ha próbálnak belenyúkálni az idővonalba helyenként, vagy esetleg retkonolni dolgokat, szerintem akkor sem lett rosszabb, ami régen volt, azáltal, hogy születnek új dolgok. Úgyhogy ez az én véleményem, de jöhet komment szekcióban is majd YouTube-on minden. Köszönjük szépen a MovieCast csatornának a témát.